A Kyokushin karate technikáit tanulják a debreceni Kyosumi Dojo növendékei. Még a legtapasztaltabb tanulók is sok új gyakorlatot sajátítottak el. Badar Bence már 26 éve karatézik. Számára azonban nem csak a versenyzés miatt fontos ez a sportág. Mindenképpen a magánéletemre tudnám levetíteni az egészet. Folyamatosan arra tanít a karate, hogy mindig fejlesztem önmagam, mindig megpróbáltassam magam. Az új fogásokat és technikákat egy háromnapos szeminárium keretében tanulhatták meg a debreceni karatékák. Az edzéseket két világbajnok bolgármester tartotta meg, Emil Kostov és Gergana Kostová. Az eseménynek fontos apropója is volt. Very important, now we have new rules. Nagyon fontos, hogy a tanulók megtanulják azokat az új szabályokat, amit a Nemzetközi Karate Szervezet létrehozott. Ezek között olyan gyakorlatok is vannak, mint a lökések vagy a különböző lábsöpréses technikák, mondta Emil Kostov. Ezeket pedig fontos tudni a versenyekre. Négy évente ugyanis súlycsoport nélküli világbajnokságot is rendeznek a karate őshazájában, Japánban. Ez idén novemberre esik. A legtapasztaltabb versenyzőknek is fontos, hogy az alapokat folyamatosan gyakorolják. Mindenféle gyakorlatsort végigcsináltunk, ami a tradicionális Kyokushin karatéhoz hozzátartozik, az alapok állásból, haladásból, ütések, védések, csapások, rugások, forma gyakorlatok, ami nagyon fontos része a Kyokushin karaténak. A debreceni Kyosumi Dojo-nak körülbelül 140 növendéke van. Nekik különböző korcsoportokban és övfokozatokban tartanak edzéseket a hét minden napján. Viszont itt nem csak a versenyekre való felkészítéssel foglalkoznak a mesterek. A cél az az emberi személyiség tökéletesítése a karate által, gyakorlatok által, természetesen mi is megméretetéseken részt veszünk, úgy, mint övvizsgákon és versenyeken. Az edzést a tanulók és a mesterek a hagyományos dojo esküvel zárták. Ez számukra útmutatóul szolgál, hogy könnyebben eligazodjanak a Kyokushin karatéban és a mindennapi életben.